Környezetvédelem. Egy fővárosi park kitakarításával egybekötött sajtótájékoztatón jelentette be Táncos Barna RMDSZ szenátor, hogy kezdeményezte egy országos tisztasági nap hivatalossá tételét. A kezdeményezést a kormánypártok is, az ellenzék is támogatja. Sepsiszentgyörgy. Aláírták a BBTL-vel partnerségben létrehozandó duális kampusz építési szerződését Sepsiszentgyörgyön, az egykori Tyúkfarm területén. A finanszírozás az RMDSZ korábbi szerepvállalása következtében európai újjáépítési alapokból történik. Marosvásárhely. Folyamatosan szolgál újdonságokkal a marosvásárhelyi állatkert. Nem csupán új lakók érkeztek partner állatparkokból, az állomány állatkölykök születésével is bővült. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Legyen egy országos takarítási nap, erre vonatkozó törvénytervezetet iktatott a parlamentben Táncos Barna RMDSZ szenátor. A kormánypártok és az ellenzék is jelezte, támogatják a kezdeményezést. Legyen minden évben szeptember 3. szombatja országos takarítási nap, áll a Táncos Barna által kezdeményezett törvénytervezetben. A kezdeményezésről a Let's Do It Romania Egyesülettel közös takarítási akcióval egybekötött sajtótájékoztatón számolt be az RMDSZ szenátora. Kifejtette, hogy a kezdeményezés a civil szférából jön, több mint egy évtizedes hagyománya van világszerte. Romániában a Let's Do It Romania Egyesület már több mint 2 millió embert mozgosított az éves takarítási akcióira. Az egyesület önkénteseivel egyébként ma a bukaresti Opera Parkban szerveztek szemétgyűjtési akciót, amelyen Mircea Fekete környezetvédelmi miniszter is részt vett. Alig egy óra a leforgása alatt több tucat szemetes zsákot töltöttek meg szétdobált hulladékkal. Az országos takarítási napról szóló törvénytervezet előírja, hogy ezen a napon az állami intézmények minden évben olyan tevékenységeket szervezhetnek, amelyekkel a tiszta környezet fenntartásának fontosságát és helyes gyakorlatokat népszerűsítenek, valamint ezekre a tevékenységekre forrásokat különíthetnek el. Azért fontos, hogy a társadalmi felelősségre felhívjuk a figyelmet, hogy arra ösztönözzünk minden ifjút, minden fiatalt, hogy teljesen más mentalitással járjon a városban, a faluban, a természetben, és ne generáljon még több szemetet. Természetesen, hogy nem a gyerekek dolga a szemetet összeszedni a felnőttek után. De életében egyszer mindenki ki kell próbálja ahhoz, hogy lássa, hogy mennyire sokkoló látvány az, amikor állatetemtől, textil hulladékon keresztül műanyag palackot mindent lehet találni, nem csak a természetben, hanem itt Bukarestben, egy parkban is. Az RMDSZ szenátora egyébként környezetvédelmi miniszteri mandátuma idején is prioritásként kezelte a tudatosítást és mentalitásváltást. Mandátuma alatt olyan országos programokat indított el, mint az iskolákban bevezetett zöld hét, a zöld péntek mozgalom, a Tiszta Romániát és Románia újrahasznosít elnevezésű tudatosító kampányt. A kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem, a Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat és Kovászna megye tanácsa stratégiai partnerségben duális szakképzési központot létesítenek Sepsiszentgyörgyön, amelyhez a finanszírozási szerződést ma írták alá a megyeszékhelyen. A beruházás helyszínére látogatott Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke is. Akkor beszélhetünk egy erős társadalomról, hogyha versenyképes szakoktatást tud működtetni. A város egyik rozsdafoltja volt az egykor tyúkfarmként működő terület Sepsiszentgyörgy határában. Most uniós finanszírozásból olyan európai szintű kampusz épül itt, ahol a szakképzésre helyezik a hangsúlyt. Egészségügy, mechanika, vendéglátás és környezetvédelem területén indul majd itt duális képzés. De ez a paletta a piaci szereplők igényei alapján még bővülhet a jövőben. A tyúkfarm területét még 2020-ban vásárolta meg a Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően Penerel is pályázatokon keresztül sikerült finanszírozást nyerni a megvalósításra. Azt láttuk, hogy a cégeknek, a vállalkozóknak, amiben hiányuk van, az a szakképzett munkaerő. Ezért azt javasoltuk, hogy ne csak a nagy egyetemi városokban, hanem a kisebb megyeközpontokban is lehessen olyan központokat építeni, ahol a piacra, a vállalkozókkal együttműködve, az egyetemekkel együttműködve szakképzett fiatalok kerülhetnek ki. Így Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában ilyen
kampuszok fognak megépülni. Az új oktatási központ 300 diáknak és 50-60 oktatónak ad majd lehetőséget a tanulásra és a munkára. A beruházás összértéke 105 millió lej, melyből az uniós pályázaton nyert finanszírozás értéke 85 millió lej. Antal Árpád bízik benne, hogy a versenyképes oktatásnak hála versenyképes munkahelyet és fizetést is kapnak majd az innen kikerülő diákok, ezáltal itthon maradnak és itt a városban alapítanak családot. Ugyanezen a helyszínen 35 millió lejes vissza nem térítendő támogatásból tömbházlakások is épülnek az egészségügyben és oktatásban dolgozó fiatalok részére. Pontos az is, hogy itt ezen a helyszínen 96 lakást fogunk tudni építeni az egészségügyben és az oktatásban dolgozóknak, hiszen ahhoz, hogy azt a várost felépítsük, amelyet megálmodtunk, amely azt a jövőképet, amit elképzeltünk, ahhoz szükségünk van jó szakemberekre, úgy az egészségügy, mint az oktatás. Is. A kampusz a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem partnerségében valósul meg, magyar nyelven is folyik majd itt oktatás. A munkálatok télen kezdődnek, és mind az oktatási központ, mind a tömbházlakások 2026 végéig elkészülnek majd. Lezárult a jelölt állítási időszak az RMDSZ-en belül. Bíró Barna Botond, a szövetség Hargita megyei tanácselnök jelöltje ma számolt be az udvarhelyszéket érintő kérdésekről. Udvarhelyszéken összesen 371 tanácsos jelöltet indít a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Továbbá a 26 önkormányzatból 24 esetében indít polgármester jelöltet, míg Kápolnásfaluban és Újszékely községben független jelöltet támogatnak. Közölte keddi sajtótájékoztatóján Bíró Barna Botond, az udvarhelyszéki RMDSZ elnöke. Ahogy beszámoltunk róla, szombaton döntött az RMDSZ Hargita megyei egyeztető tanácsa arról, hogy nem a tisztségben negyedik mandát záró Borboly Csabát, hanem udvarhelyszék jelöltjét, Bíró Barna Botondot indítja a helyhatósági választásokon a megyei tanács elnöki tisztségéért. Ez szerinte pozitív jelzés udvarhelyszék számára. Több szempontból pozitív jelzés udvarhelyszék irányába. Egyrészt azért, mert udvarhelyszék a legnagyobb, leggazdagabb és legnépesebb régiójaként lehetőséget kap arra, hogy megyei tanácselnököt jelöljön, ezáltal egy új egyensúlyt teremtsen meg a megyében. Hozzátette, ez a döntés elismeri a megyei tanács alelnöki pozíciójában végzett munkáját, ugyanakkor az udvarhelyszéki emberek megyén belüli teljesítményét is. Az, hogy sikerült helyben dönteni, a kérdés nem került a szövetségi állandó tanács asztalára, azt is jelenti számára, hogy képesek kényes helyzetekben is közösen dolgozni Hargita megye fejlődéséért, jelentette ki. Nincs megegyezés Marosvásárhelyen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Szövetség között a közös listáról. Az RMDSZ helyi szervezete a 11. helyet ajánlotta fel az EMS jelöltjének, amit visszautasítottak, így külön listán indul a két magyar politikai szervezet. Két egyeztetés után sem sikerült megegyezni a Marosvásárhelyen az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség helyi szervezeteinek arról, hogy szövetségben induljanak az önkormányzati választásokon. Először múlt hét elején tárgyaltak, másodszor pedig kedden ültek tárgyalóasztalhoz, de akkor már a megyei képviselőkkel. Az RMDSZ ragaszkodott hozzá, hogy az EMS jelöltjei RMDSZ-es listán induljanak. A 11. helyet ajánlották fel a városi tanácsosi jelölt listájukon az EMS jelöltjének, ami befutóhelynek számít, mondta el Kovács Mihály Levente, az RMDSZ Marosvásárhelyi szervezetének elnöke. Azt gondoljuk, hogy mindenféle szempontból ez egy méltányos ajánlat volt, amit az Erdélyi Magyar Szövetség képviselői visszautasítottak. Mi úgy láttuk, és azt gondoljuk, hogy egyáltalán nem akartak megegyezni folyamatosan, csak a saját álláspontjukat erősítették ebben a kérdésben, és főleg azt, hogy koalíciót szeretnének Marosvásárhelyen. Erre szövetségi állandó tanácsi döntés van, hogy az RMDSZ nem indít koalíciós listát, mi ezt tiszteletben tartottunk. Kovács Mihály Levente először Facebook videóban közölte a fejleményeket. Kali István, az EMS helyi szervezetének elnöke szerint nem sokkal a tárgyalást követően, ami szerinte azt jelenti, hogy ez egy előre legyártott videó volt. Az EMS szerint a 11. hely nem számít befutónak, így az RMDSZ elfogadhatatlan ajánlatot tett. Ismerve a jelenlegi álláspontot,
adatot, ismerve a jelenlegi városi helyzetet, és ismerve több mérést, amit a városban történt, azt tudjuk mondani, hogy a 11. hely az nem egy befutó hely. Tehát gyakorlatilag egy nem befutó helyet ajánltak, és azt is meg akarták mondani, hogy nem befutó helyre ki lépjen fel az EMS részéről. Hozzátette, az EMS két befutó helyet kért a listán, de az RMDS azt is megszabta, hogy ő, illetve Pápai László nem lehetnek rajta. Jelenállás szerint külön listán indul a két magyar politikai szervezet, ami szöges ellentétben áll az országos megállapodással. A schengeni jövezet történelme során nem volt még példa arra, hogy egy ország csak részlegesen csatlakozzon a térséghez. Románia már több mint egy évtizede teljesíti a csatlakozási feltételeket, és meggyőződésem, hogy még idén teljes jogú tagja lesz a Schengennek, nyilatkozta a német hivatali kollégájával tartott sajtótájékoztatón Katalin Predoyú belügyminiszter. Nancy Faeser német belügyi tárca vezető bukaresti látogatása során teljes támogatásáról biztosította Romániát. Ezt a lépést folytatni kell, tételesen a szárazföldi csatlakozás révén. A schengeni térség történelmében volt már példa arra, hogy egy állam fokozatosan csatlakozott a határaival, de arra még nem volt példa, hogy egy állam csak bizonyos határokkal legyen része az övezetnek, és úgy véljük, a történelem eddigi tanulságait még idén megerősítjük. A Meta májustól kezdődően külön megjelöli a mesterséges intelligenciával generált posztokat. A Facebook, az Instagram és a Threads applikációkban a videó, audio és képtartalmaknál ezentúl az AI-val készült felirat jelezni a mesterséges intelligenciát. 2024 májusától kezdve jelölni kezdik a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat, közölte Monica Bickert, a Meta tartalmakkal kapcsolatos politikáért felelős alelnöke. A Facebook, az Instagram és a Threads applikációkban a posztokat a Made with AI felirattal külön jelölik, amennyiben az applikáció mesterséges intelligenciára utaló jeleket észlel a képeken, videókon vagy hangfájlokon, illetve ha a felhasználó maga közli, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat oszt meg. V. Szabó Péter, mesterséges intelligencia szakértő híradónk érdeklődésére kifejtette, a tervezett bevezetés nagyon hasznos, hiszen az átlag felhasználó egyáltalán nem tudja megítélni azt, hogy valami a valóság, vagy pedig egy mesterséges intelligencia generált a tartalom. Nagyon sok kutató egyetért abban, és én is hajlok e felé, hogy jelen pillanatban nincs a Meta kezébe olyan eszköz, amivel ezt hatékonyan és pontosan meg tudná oldani. Sőt, nagyon sok sokan amellett érvelnek, és végül is a száraz matematika is amellett érvel, hogy ez hosszú távon lehetetlen. A Meta az ellenőrző tanácsával folytatott konzultáció után módosítja a mesterséges intelligencia által megváltoztatott tartalmak kezelését. A vállalat a manipulált média politikáját 2020-ban fogadta el, amikor eléggé ritka volt a mesterséges intelligencia által generált valósághű tartalom, és leginkább a videóanyagokat érintette. Az elmúlt 4 évben, és különösen az elmúlt évben az emberek másfajta valósághű mesterséges intelligencia által generált tartalmak is kifejlesztettek, és ez a technológia gyorsan fejlődik. Emiatt van szükség az említett szabályozásra. A mesterséges intelligencia által generált tartalmak esetében a Meta az eltávolítást csak a legmagasabb kockázatú forgatókönyvekre korlátozza, ha a tartalom valamilyen kárhoz is köthető, arra hivatkozva, hogy manapság a mesterséges intelligencia a kreatív kifejezés fő eszköze. Idén is megszervezik a táncművészet különböző ágazatait összefogó nagyszabású rendezvényt a Táncvilágnapján, vagyis április 29-én Marosvásárhelyen. A szervezők mintegy 1300 táncosra számítanak a színháztéren. Eleinte villámcsődülettel ünnepelte meg a Maros Művészegyüttes a Tánc Világnapját Marosvásárhelyen, néhány éve pedig egy nagyobb tömeget megmozgató színvonalas eseményt szerveznek a színháztéren, amelyre meghívják a helyi és környékbeli néptánccal, illetve a táncművészet egyéb ágaival foglalkozó együtteseket. A korábbi évekhez hasonlóan április 29-én várják programmal a tánc kedvelőit. Eddig 1200-an jelentkeztek, hogy részt vesznek a villámcsődületen. Itt nem csak néptáncosokra gondolok, hanem a táncművészet különböző ágazatait képviselő táncosok, akik itt Marosvásárhelyen működnek, de nem csak Marosvásárhelyen. Ők már vannak olyanok, akik már a tavaly csatlakoztak, és vannak új
együttesek is. Körülbelül 400-an, akik nem néptáncosak, és több mint 800-an, közel 1000 néptáncos fog részt venni ezen a tömeg megmozduláson. Az eddigi forgatókönyv szerint 3 órakor mutatkoznak be az első fellépők, a néptáncosok produkcióira 5 órakor kerül sor. A rendezvény, ahogy az lenni szokott, egy közös tánccal zárul. Ezúttal mezőségi, nyárádmenti és moldovai táncok kapják a főszerepet. Úgy érzem, hogy ez az egyik legfontosabb a nap a Maros Együttes számára, hiszen ez valóban a táncosokról szól. És aminek nagyon hálás vagyok, hogy a Maros Együttes kezdeményezése során az első perctől fogva mindannyian igent mondtak, úgy a néptáncosok, mint a divattáncosok, kortárstáncosok. A rendezvény sikeressége függ az időjárástól is. A szervezők rossz idő esetén igyekeznek valami alternatív megoldást találni. Új játszóteret adtak át Székelyudvarhelyen. A park nagy területen helyezkedik el, és nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is kínál szabadidős tevékenységeket. Közel 3 millió lejből épült újjá Székelyudvarhely sétatéri játszótere, amely most már a legkorszerűbbnek és legesztétikusabbnak számít a városban. Nagy területen, majdnem 3000 négyzetméteren helyezkedik el, és a 3 éves gyerekektől a nyugdíjasokig bárki használhatja, hiszen a játékelemek mellett sakkasztalok is találhatóak. Különösen figyeltek a biztonságra, a játszótér éjszaka is ki lesz világítva, és megfigyelő kamerákkal figyelik, hogy ne rongáljanak meg semmit. Éjszakai közvilágítás is van ezen a játszótéren, és teljes kamerarendszer, ami azt jelenti, hogy próbáljuk megvigyázni mindazt, amit megcsináltunk, megépítettünk, hiszen a székelyudvarhelyiek adófizető pénzéből, meg az unió támogatásával sikerült ezt megvalósítani. Bíznak benne, hogy ezek az intézkedések elégségesek ahhoz, hogy ne rungálja meg senki a játszó elemeket. A játszótér megnyitásán arról is beszámoltak, hogy fontosnak tartották, hogy a játékelemek illeszkedjenek a természetes környezethez, ezért választották a fát alapanyagnak. A beszállító 10 év garanciát vállalt, így remélik, hogy a berendezések kellően strapabíróak lesznek. Mi megpróbáltunk egy olyan egyensúlyt megtalálni, amiben úgy burkolatszinten, mint játszótér elemszinten egy természetben illő és hosszú távon tartós játszóteret tudjunk építeni. A tervező hangsúlyozta, mindenki úgy kell kezelje a játszóteret, mintha a saját udvarán lenne. Például össze kell szedni a szemetet, rá kell szólni bátran másra, ha nem célszerűen használják a játékelemeket, hiszen csak így állja majd ki igazán az idők próbáját a létesítmény. Ünnepélyes keretek között avatták fel második Rákóczi Ferenc fejedelem mellszobrát Bihar községben. A kezdeményezés a Rákóczi Szövetség Bihar megyei szervezete, Bihar község önkormányzata és a Nagyváradi Művészeti Líceum összefogásának köszönhetően valósulhatott meg. Egésznapos ünnepség sorozat keretében második Rákóczi Ferenc fejedelem emléke előtt tisztelgett a Rákóczi Szövetség Bihar megyei szervezete. Bihar községben egy széles körű összefogás eredményeként felavatták a szabadságharcos fejedelem mellszobrát a római katolikus egyházközség telkén. Második Rákóczi Ferenc több alkalommal is megfordult a településen, ahol 1703 és 1704 között kuruc toborzó központot hozott létre. A Jármi Ferenc kapitány által vezetett sereg 1704. januárjában szenvedett megsemmisítő vereséget Bihar határában, a császáriak ellen vívott csatában. Arra gondoltunk, hogy ez egy 320 éves apropó lenne arra, hogy második Rákóczi Ferencnek itt szobra legyen Biharon, hiszen ez 1704-ben történt ez az esemény. Ugyanebben az évben választották Erdély fejedelmévé, utolsó fejedelmévé, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a fejedelem és kurucai szimbolikusan is egy kicsit találkozzanak itt Biharon, és egy emlékhelyet hozzunk létre ennek a 320 éve történt eseménynek, illetve annak az eszmének, amit Rákóczi képviselt Istennél a hazáért és a szabadságért. Az 1989-ben alapított Rákóczi Szövetség több mint 32 ezer taggal és 615 helyi szervezettel rendelkezik a Kárpát-medencében. Megalakulása óta a magyar kultúra, a magyar nyelv és magyar közösségek ügyét segíti, különös tekintettel odafigyelve az anyaországban és a határokon túlélő fiatalokra.
Új lakók érkeztek a Marosvásárhelyi állatkertbe, skarlát íbiszek költöztek be a flamingók kifutójába, és a hóbabolynak is lett párja. Ugyanakkor sok utód is született az intézményben a tavasz folyamán. Új állatok érkeztek Németországból és Csehországból a Marosvásárhelyi állatkertbe. Összesen 14 jövevény érkezett, a tavasz eljövetele ugyanakkor új utódokat is hozott. Legalább 11 kölyök született különböző fajoknál. Közöttük van egy póni kölyök, egy mokány és egy magyar szürke borjú, egy pávián kölyök, 4 gyűrűs farkú maki kölyök és egy nagymara kölyök is. Szántó János, a Marosvásárhelyi állatkert igazgatója szerint továbbra is bővítik az állomány. A tegnap érkeztek meg Münchenből a skarlát ibiszek, őket együtt tartjuk a flamingókkal, már láthatók is. 13 darab érkezett, ezek fiatal madarak, tehát még nincsenek teljesen a felnőtt tollazatban, még fióka tollazat van, ami sötétebb, barnás, szürkés, és kezdenek megjelenni a piros tollak, egy olyan jó év múlva ezek viszont teljesen skarlátpiros színek lesznek. A másik madár, ami érkezett, az a csehországi Hradecki állatkertből egy hóbagoly. Azt is elmondták, hogy a már állományban lévő hóbagolynak így most került párja is, és remélik, hogy majd utódjaik is lesznek. Április folyamán több eseményre is készül az állatkert vezetősége, többek között lesz látványetetés és faültetés is a földnapja alkalmából, valamint május 12-ig még zajlik a húsvéti tojásvadászat is. Elhunyt Bóér Károly, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztő műsorvezetője, emlékét szerettei, barátai mellett a Marosvásárhelyi Rádió szalagtárában több órányi értékes gyűjtés is őrzi. Életének 68. évében ma elhunyt Bóér Károly, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztő műsorvezetője. Bóér Károly 1956. november 18-án született Marosvásárhelyen. 1975-ben végzett a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, Kovács Levente együttesében hegedült, gitározott. 1977-1980 között a Kolozsvári Zeneakadémia zenepedagógia szakán szerzett tanári oklevelet. Néhány évig Balánbányán zenetanár, osztályfőnök. Csíkszeredában a Népi Alkotások Házának munkatársa, tanára, bevallása szerint muzsikus és népzenegyűjtő volt. A csíkszeredai régi zenefesztivál alapítója, szervezője, rövid ideig a Hargita Népi Együttes művészeti vezetője. 1991-től dolgozott a Marosvásárhelyi Rádiónál. Zenés, egyházi és tájékoztató műsorok szerkesztője. Számtalan komoly zenei felvételt készített a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia koncertjeiről, a Bartók nyomában című projekt ötletgazdája, megvalósítója. Évekig közvetítette élőben a Marosvásárhelyi Rádióban a Csíksomlyói búcsút, rendszeresen tudósított a Tusványosi Nyári Szabad Egyetemről, a Csíkszeredai Régi Zenefesztiválról, a Marosvásárhelyi Harmonia Cordis Gitárfesztiválról. 2019-ben a pápa látogatás közvetítéséért pápai kitüntetésben részesült. 2021-ben vehette át a Bálint András alapítványdíját, a székelység értékeit népszerűsítő székelyföldi újságírók elismerését. 2021-ben nyugdíjba vonult, de tovább dolgozott a Marosvásárhelyi Rádiónál. 2019. november 3-ai Üzenet szeretettel című műsorunkban annak mentén, miként örökíti meg a folklór kincs a halált, így vallott arról, hogyan énekel gyászában az ember. Sírató asszony, még hallottam, ezek tulajdonképpen bérsíratók voltak. Uh-huh. Megfogadták rendesen, mint a muzsikust a lakodalomba. És akkor a sírató szövegét a mindenkori esetre vagy a halott személyére változtatta át, de hát ez is megfigyelhető akármilyen vetületében a népzenének, a népdalnak. A gyász az gyász mindenkinek, a veszteség érzése, a kétségbeesés, az üresség, és akkor ennek a minden kelléke ott van azért. De az ősiség is ott bujkál, ami szerint van folytatás, a halál nem egy végérvényes távozás. Bóér Károly gyűjtései a népi hagyományok tovább élését biztosítják. Emlékét a Marosvásárhelyi Rádió szalagtárában több órányi értékes gyűjtés őrzi. Hosszabbításban nyert a Sepsi USK, sporttal folytatjuk.
Igen, intenzív, kemény belemenésekkel tarkított mérkőzés után a hosszabbításban rúgott góllal nyert a Sepsi OSK a bukaresti Rapid otthonában. Ezzel a sepsiszentgyörgyi csapat noha egyelőre maradt a hatodik helyen, 4 pontra közelítette meg a második helyen álló kolozsvári CFR-t. A labdarúgó szuperliga rájátszásának a negyedik fordulójában játszott mérkőzésen a bukaresti Rapid és a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK között az utolsó percekig egyik fél sem tudott betalálni, noha mindkét félnek voltak lehetőségei. Nicuj Roland néhány nagy védéssel őrizte meg érintetlenül a kapuját, túloldalt az OSK csatárai pontatlanok voltak. A hosszabbítás első percében Debeljú fejjel a kapuba juttatta a labdát, ezt azonban egy korábbi lesállás miatt érvénytelenítették. A találkozónak azonban nem volt vége, és a hosszabbítás 5. percében Debeljú ismét betalált Stefanescu beadásából, és ez már érvényesnek bizonyult. Hadnagy Attila klubigazgató szerint rég várták ezt a pillanatot. A mérkőzés volt, ahol mondhatjuk azt, hogy szerencsénk is volt, hiszen az első 10-15 percben két óriási helyzete volt a Rapidnak, ha bár utták volna biztos, akkor egészen másképp alakult volna a mérkőzés, de hát a foció szerencse is kell. Azután, hogy mondhatom, hogy egy olyan 20-25 perc után helyre jött a csapat, és a második félidő játéki alapján szerintem megérdemeltük a győzelmet. A Sepsi OSK pedig vasárnap fogadja az Universitatea Craiovát a klub vezetői szerint kulcsfontosságú mérkőzésen. Ha nyernek, valós az esély, hogy idén is kiharcolják a nemzetközi kupa szereplés jogát. Az OSK-nak különben is elszámolni valója van Craiovával az ominózus mérkőzés után, amikor Kovács István bíráskodása gyakorlatilag megfosztotta őket a győzelem esélyétől. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.